Horváth Győző Jócskos a polgármestere. A Nemzeti Kulturális Alapnál pályáztunk a mostani hivatalnak és kultúrának utat adó egykori kastély épületre. Eredetileg 8,7 millióra adtuk be a pályázati igényünket, de csak 5 milliót nyertünk. Ez is természetesen nagyon jó jött, ez az 5 millió forint, mivel az épület, mint mondván egy régi kúria épület, kastély épület, ezért folyamatosan mindig valamilyen felújítási munkálatokat igényel. Most éppen a nyugati oldalnak a nyilászárgó cseréjét terveztük ebben a pályázatba, első csatorna javításokat, illetve hát a teljes külső homlokzatnak a festését, mivel hát folyamatosan az is felújításra szorul, illetve az utolsó homlokzat festése az több mint most lassan 10 éve történt az épületen, tehát rá szorul egy újabb ilyen felújításra. Az első csatornán meg nagyon sok helyen el vannak használva, de szó szerint folyik le a falon a víz, ami szintén az épület alagát rontja, tehát ezért lenne szüksége. Nyilászárgó csere meg önmagáért beszélt, tehát hőszigetelés, illetve a hőmegtartás.